Köszöntök mindenkit, ez az Eszi magazin második adása. Ahogy ígértük, havonta jelentkezünk hírekkel és beszámolókkal, ami az energetikai szakközépiskola és kollégium életével kapcsolatos. Vagy ahogy mottónk is hangzik, egy műsor eszisektől, eszisekről, nem csak esziseknek. Mai adásunk túlmutat Paks határain, de nem csak Szekszárdig, hanem Portugáliától Törökországig kiszélesítjük földrajzi kiterjedésünket. Bemutatjuk ugyanis a Szekszárdon tartott Mi a pálya névre hallgató továbbtanulási kiállítást, a novemberi nyílt napunkat, egy 12 országot érintő webtévés webrádiós pályázatot, aminek két éven át mi is részesei leszünk. Startol két új rovatunk, az eszibabák és a nagy sportkavaró eszisek, valamint bemutatjuk, hogyan lazítanak az eszisek az iskola fáradalmai után. Mindez megkoronázva egy hamisítatlan tankcsapda interjúval, amit stábunk készített az ország legismertebb rockzenekarával. Először is irány Szekszárd. November 14-e és 16-a között tartották a szokásos Mi a pálya című kiállítást, ahol a megye középiskolái egyes standon mutatkozhattak be az érdeklődő 7.-8. osztályos diákok előtt. A helyszín Szekszárd volt, a Pécsi Tudományegyetem I.S. Gyula karának aulája. A golyapalánták csak úgy özönlöttek, és persze az eszi standja sem árválkodott egy pillanatra sem. Rengeteg érdeklődők is 8-os volt, nagyon sok kérdéssel. Leginkább az informatika, illetve a környezetvédelem szakmacsoport iránt volt a legnagyobb érdeklődés. A nagyszámú érdeklődő nem csoda, hiszen igazán kitettünk magunkért, elég a lézerbemutatóra, a nagy sikert arató LED kockára, vagy az igazi sztárrá váló kvízünkre gondolni. A kvízben az iskoláról kellett mindenféle dolgot tudniuk a fiataloknak. Többnyire a kérdések között szerepelt az, hogy az esziminek a rövidítése, az eszinek van-e étterme, van-e kollégiuma, és ehhez hasonló kérdéseket tettünk fel. Természetesen nem csak diákjaink vettek részt aktívan az iskola népszerűsítésében és bemutatásában, hanem tanáraink is. Nagyon jók voltak a diáksegítők, és ez a lényeg, mert ugye 8. osztályosok mindig bátrabban kérdezik a diákokat, egy kicsit mindig tartanak a felnőttektől, és hát különösen a tanároktól. Természetesen minden iskolának megvan a célja egy-egy ilyen bőrzén. Megkérdeztük Tormáné Györfi Éva képzési igazgató helyettes asszonyt, milyen cél tűzött ki maga elé iskolánk ezen a neves napon. A szekszárdi kiállítás minden évben nagyon fontos a számunkra. Ez az a kiállítás ugyanis, ahol a szervezők, a megye minden általános iskoláját, iskoláját meghívják azért, hogy hozzák el a 8-osokat, és a 8-osok egy helyen ismerkedhessenek meg a megye középiskolai kínálatával. Az eszi számára tehát fontos, hogy ott megjelenjen, és jó hírét vigye az iskolának. Kijelenthetjük, hogy a bőrzén való szereplésünk sikeres volt, ugyanis a november 22-i nyílt napunkon ismét nagy számú gólyavárományos jelent meg szülőstől, testvérestől. Továbbra is nagy sikernek örventek gyakorlati standjaink, ahol bemutatkozott minden szak. Itt rövid bemutatók, kiállítások, kísérletek ragadták meg a gyerekek fantáziáját, amit tovább fokozott, hogy kitártuk minden műhelyünk, laborunk, tanirodánk ajtaját is, hogy lássák, hol készül a cserebogár. Emellett több turnusban minden szakhoz kapcsolódóan elhangzottak tartalmas prezentációk, amik minden szükséges tudnivalót tartalmaztak. Természetesen, akiknek kérdésük volt, feltehették, és persze választ is kaptak rá. Mi az első benyomásod az iskoláról? Hát nekem tetszik. Nagyon tetszik, nagyon modern, a tanárok jó fejek, a diákok is jó fejek, nagyon jó cuccok vannak itt, nagyon jó. Nekem nagyon tetszik, mert újszerű, korszerű. Nekem nagyon tetszik, modernnek tűnik, barátságos. Szeretem az eszit. Mi volt a feladatod a nyílt napon? Nekem jelenleg a robotoknak a programozása, a kezelés és felügyelete a feladatom. Feladatunk a régi és modern iroda beállítása, bemutatása volt, és a 8-osok és szülei kérdéseire válaszoltunk. Jártál már itt nyílt napon, mielőtt ide jöttél tanulni hozzánk? Igen, jártam, és elég meggyőző volt akkor is, és szerintem most is nagyon jó bemutatókat hoztunk össze a látogatóknak. Mi magunk is kíváncsiak vagyunk, hogy a nyílt napjainkon feltűnt 8-osok közül kik lesznek azok, akik sikerrel felvételiznek, és jövőre talán már ők állnak a standjainknál. Sőt, lehet, hogy ezt a szöveget is ők fogják mondani.
Különleges rovattal készültünk új adásunkra, amivel újra és újra jelentkezni fogunk, hogy kik az eszi babák. Olyan diákok, akik iskolánba járnak vagy jártak, akár csak szüleik, akik itt az intézmény falai között ismerkedtek meg. Ha úgy tetszik, akár eszi a bába címet is adhatnánk, hiszen ha nincs az iskola, a szülők talán sosem találnak egymásra, és az adott diákok meg sem születnek. De szerencsére 1986 óta sok szerelem kapott szányra, ámor igazán aktív folyosó ügyeletes immár 26 éve. Mai adásunkban a Kelemen családot mutatjuk be, Kelemen Gréta, 9. D-s tanulót és szüleit. Mikor és milyen szakon jártak az eszibe? Én középiskolában nem ide jártam az eszibe, főiskolában kezdtem itt 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai mérnök képzésén. Én 1987-ben kezdtem az ESZI szakközépiskolát, 86-ban nyitott az ESZI, akkor indult az első évfolyam, és én a második évfolyamba jártam, és műszerészként kezdtem. 4 évet ide jártam, és utána 3 évet a főiskolára. Miért pont ezt az iskolát választották? A középiskolás koromban, amikor megjelent a felsőoktatási felvételi tájékoztató, átböngésztem, hogy milyen lehetőségeim vannak, és szimpatikusnak tűnt a Paksi Főiskola. Hát nálam kicsit bonyolultabb volt, ugye én 14 évesen kellett eldöntsem, hogy mi is leszek. Sok minden járt a fejemben, de aztán amikor eljöttünk ide az eszibe a nyílt napra, akkor nagyon megtetszett, hogy az iskola modern, fiatalos hangulatú, és végül is tetszett ez a szak, a műszerész szak, és úgy gondoltam, hogy ez megpróbálom. Jó lesz nekem, mert én ilyen bütykölős gyerek voltam. Mikor és hogyan ismerkedtek meg? Hát együtt kezdtük a főiskolát 1991-ben, és hát rögtön az első évfolyam elején összeismerkedtünk, akkor még csak barátként. Hogyan élnek az eszis évek az emlékezeteikben? Hát én a főiskolai évekről tudok beszélni. Nagyon jó volt, egy kellemes társaság alakult ki. Alapvetően a kollégiumi élet volt a szórakozásunk, és jókat buliztunk. Hát nekem a szakközépiskolában furcsa volt, hogy sok fiú közé csöppentem. 4-en kezdtünk lányok ezen az évfolyamon, vagyis ebben az osztályban. Aztán 2-en maradtunk, úgyhogy 2-en érettségiztünk, úgyhogy furcsa volt a sok fiú az elején, de aztán összecsiszolódtunk, és egy jó csapat lett belőle, úgy gondolom. De mindig is hiányát éreztem a kollégiumnak, mert azért a kollégisták sokkal jobban összebarátkoztak, mint a bejárósok. És ezért, amikor főiskolára iratkoztam, akkor úgy gondoltam, hogy kollégista leszek. És ez egy jó döntés volt, mert tényleg jó hangulatban telt, és kellemes diákévek voltak azok is, meg a szakközepes évek is. Megismerkedésük után hány év telt el a házasságig? Hát, mint említettem, 1991-ben ismerkedtünk meg, amikor együtt elkezdtünk főiskolára járni, és 96-ban házasodtunk, tehát 5 év. Hány gyermekük született? 2 gyermekünk, Gréta 15 éves és Adél 13. 9-es vagy, tehát néhány hónapja mondhatod el magadról, hogy ez is. Eddig hogy tetszik? Nagyon tetszik, mozgalmas a diák életben, nagyon sokat kell tanulni. Milyenek a tanárok? A 3 hónap alatt sikerült megismerkednem a tanárokkal, szerintem jó tanárok. Belegondoltál már, hogy szüleid is az iskola falai között tanultak? Milyen érzés? Igen, belegondoltam már, jó érzés, bár nem csak a szüleim, hanem anyukám testvére és unokatestvére is abba az iskolába tanultak. Szerinted te is itt fogod megtalálni a párodat? Hát nem tudom, hogy mit hoz a sors. Bár még fiatal vagy, de követnéd szüleid példáját, és szeretnéd, hogy a te gyermeked is ide járjon majd? Igen, szeretném, mert ez egy színvonalas és modern iskola. Keressük azokat a családokat, akik Grétáikhoz hasonlóan mindannyian az eszibe jártak. A gyermek és a két szülő is, akik az intézmény falai között lettek egy pár, de legalább itt ismerkedtek meg. Kérjük, azok a családok, akikre illik a leírás, jelentkezzenek a képernyő alján látható elérhetőségen, és a következő hónapok valamelyik eszi magazinjában bemutatjuk őket. Ha ismerősei körében élnek olyanok, akiket keresünk, kérjük, értesítse őket.
A hír terjesztői között minden hónapban kisorsolunk egy időgépet, amit tegnap vehetnek át. Köszönjük! Most pedig egy újabb rovat következik, amivel szintén minden hónapban találkozhatnak. Nagy sportkavaró esziság című blokkunkban olyan diákokat mutatunk be, akik valamilyen sportágban magas szinten jeleskednek. Természetesen az, hogy valaki péntek délutánonként három társával kapura rúg, és 10 rugásból kétszer eltalálja a szomszéd pályán lévő kosárpalánkot, az nekünk még kevés. Olyan társainkat mutatjuk be, akik valóban említésre méltó teljesítményt produkálnak. Egy igazán különleges sportág három képviselőjével kezdjük, ami nem éppen hétköznapi. Ez a távvilmosizmus, ismertebb nevén az íjászat. Mészáros Virág testvére Mészáros Árpád és jó barátjuk Stiner Norbert az íjászat szerelmesei. Hogy miért is? A nyugalom, a természet és a hagyományok leginkább, ami megfogott benne. Egyszerűen szeretem. Nagyon hosszú, és hát most már mondhatom azt, hogy elég hosszú ideje íjászkodom, és egyszerűen tetszik, szeretem csinálni. Jó kikapcsolódás, nem kell rajta gondolkozni ilyenkor hétköznapi dolgokon. Hát az íjászat az nálunk úgynevezett családi hagyomány szerint működik. Édesapám kezdte, ő szép környezetben Szabadtéren zajlódik, illetve hogy mozgékony is ezek a versenyek. Sportszenvedélyük hosszabb, rövidebb időre mutat vissza. Hát kiskorom óta, de versenyszerűen körülbelül 2 éve. 2011 év elején kezdtem el íjászkodni, zimáron 2 éve lesz. Versenyszerűen 2 éve, de így hobbi szinten már kisgyerekkorom óta. Természetesen oka van, hogy bemutatjuk őket. Méghozzá kimagasló teljesítményeik. A tavalyi évben országos 6. helyezett, az előtti évben országos 2. helyezett, regionális bajnokság és egyéb bajnokságok. Amióta én íjászkodom, azóta nagyon sok versenyen voltunk, ezek közül volt kisebb is és nagyobb is. Voltunk országosan is, így sikerült bekerülnem az első 10-be. Voltunk nemzetközi versenyeken is, így sikerült második-harmadik helyezéseket is elérni, illetve voltak első-második helyezéseim is. Tavalyi és az idei Diák Olimpia mind a kétszer 2. hely, illetve egy régiós bajnokságon 2. helyet értem el. A sikerhez természetesen a gyakorlásunk keresztül vezet az út. Hogy hol és hogyan van erre lehetőség? Otthon, akár az udvarban, a szabadban, az erdőben, vagy az íjászpályán. Pénteken esténként szoktunk íjászkodni általában egy pincehelyiségben, Nagydorogon. Ez egy nagyjából 30 méter hosszú helyiség, itt szoktunk lődözni, és nagyon szeretjük. A régiókban több egyesület is van, Szekszárdon, Tolnán, itt Pakson is, és illetve vagyunk mi Nagydorogi Egyesület. Az edzések időpontját akár melyik taktól meg lehet kérdezni, és hogyha nyílt edzést tartanak, akkor el lehet látogatni, és ki is lehet próbálni ezt a sportot. Bármeddig is tartson az íjászat iránti szerelem, kedves emlékekkel már így is bőven rendelkeznek mindhárman. Leginkább a versenyeken való részvétel és a társaság a jó hangulat. Minden, ami jó volt, versenyek, ahol megismerhettem más embereket, jóba lehettem, kapcsolatokat teremthettem másokkal, és nagyon sok sikerélményem volt már. Hát egy-egy versenyen például a kiemelkedően jó ebéd, a csapatban eltöltött sok közös élmény, a lövések közti viccelődés, illetve gyönyörű táj. Három íjászunknak további sok sikert kívánunk! Rövid hírek, rövid fákon. Az ESZI idén egy 2 éven át tartó nemzetközi pályázathoz csatlakozott. Hogy miről is szól? Erről a projektet az ESZI részéről vezető Steinbachné Horváth Mária tanárnő számolt be magazinunknak. A pályázat a WebTV és WebRádió nevet kapta, ezt a címet viseli, és a végülis együttműködésre a különböző országok között, erről fog szólni. Közösen fogunk készíteni egy webrádióadót, illetve egy tévéadót, amire különböző országok rárakják a saját maguk által elkészített műsorokat. Ezeknek a műsoroknak, ennek a projektnek mi a célja?
Hát több rétegű a célja, ugye egyik legfontosabb, hogy a legmodernebb technológiákat a gyerekek használják, megtanulják használni és kreatívan használják, de emellett ugye mivel ez egy nemzetközi pályázat, nem titkolt célja az is, hogy egymással megtanuljanak kommunikálni, és különböző országok megtanulnak a diákok már most együttműködni más országokkal, és ugye használják a közös nyelvet, a munkanyelvet, ami ebben az esetben az angol nyelv. Lehet valamit arról tudni esetleg, hogy hogyan jött létre ez az együttműködés a többi országgal? Természetesen. Már több ilyen pályázatban vettünk részt az elmúlt évek során, és egy nagyon régi partnerünk iskolán keresett meg bennünket decemberben, hogy esetleg van-e kedvünk újra közös munkában részt venni. Olaszország volt ez az ország, akikkel olyan körülbelül 7 éve volt közös projektünk, és természetesen igent mondtam rá. Mik a legfontosabb feladatok? Hát a feladatokat mindig meghatározzuk minden egyes fél évre, mert fél években gondolkodunk. Minden iskolának el kell készíteni egy vagy két filmet, videóklippet, illetve egy-két videó rádióklippet. Persze nagyon fontos, hogy ezek időben elkészüljenek. Emellett nem titkolt célunk az is, és feladatunk, hogy a gyerekek ugye különféle formákon, csatornákon egymással kommunikáljanak, segítsenek egymást ötletekkel, illetve véleményt cseréljenek, megismerjék egymás országának a kultúráit, mert ez is azért ott van a háttérben. Teljesen más apropóból, de angol vendégek jártak nálunk. Két turnusban érkezett nagyszámú diáksereg Angliából, Gosportból, az EDF Academy-ről. Az angol szakközépiskola, akárcsak az ESI, szintén szoros kapcsolatot ápol egy erőművel. Nem véletlen hát, hogy szokásos útjuk ezúttal is hozzánk vezetett. Ezeken az évente megrendezésre kerülő utazásokon a népes diákcsoportok eltöltenek néhány napot Magyarországon. Meglátogatják Budapestet, és persze a Paksi atomerőmű és az ESI sem maradhat ki. Így történt ez idén is, és bízunk benne, hogy jövőre sem lesz másként. Az ESI 1I/13. Osztálya az órán tanult ismereteket a gyakorlatba ültetve a Nemzetközi Öltözki Napon készített fotókból kiállítást szervezett. A tárlatot Szabó Béla igazgató úr nyitotta meg, aki elégedett volt a diákok munkájával, ugyanakkor kiemelte az elegáns megjelenés fontosságát. A három paravánon mind az 50 fotót megtekinthették az ESI-sek, a három nyertes pedig természetesen kitüntetett helyet foglalt el. Mind a tanárok, mind a diákok bíznak a folytatásban. A szervezőktől kapott információk tükrében kijelenthetjük, hogy jövőre folytatjuk. Ha ESI, akkor gokárt. Aki valaha ESI-s diák volt, és csak egyszer is átélte a verseny élményét, tudja, mit is jelent az előbbi mondat. Novemberben felbőgtek a motorok, és tartoltak a száguldó csodák. A gokárt szakkör keretén belül épített, ápolt, fejlesztett versenyautók a diákok alatt igazi kis sűvítő szörnyekké váltak, ahogy a pályán egymás ellen küzdöttek. Nem ok nélkül természetesen. A gokárt bajnokság, ahogyan az várható volt, nagy sikert aratott. A legfontosabb azonban nem a győzelem volt, hanem a leírhatatlan élmény, amit ezúttal sem próbálunk szavakba önteni, inkább ízelítőt adunk néhány képsorral. Íme. A diák élet fontos része a kikapcsolódás is. Igen, valami ilyesmi. Taps volt, de nem Paks, hanem Szexárd.
A stáb négy tagja látogatást tett a Rokka neve Maréna turnén, ahol a főprodukció a Tankcsapda koncertje volt. A négyek nem mindennapi esemény részesei lehettek, ugyanis kameráikkal és mikrofonjukkal meg sem álltak a Tankcsapda öltözőjéig. A frontember Lukács Laci és a gitáros Sidi készséggel állt az ESI magazin rendelkezésére. Mi másról kérdezhettük volna őket először, mint a diák évekről. Azért nevettünk az előbb a kérdés hallatán, mert most, amikor jöttünk ide a buszban, pont arról beszélgettünk, hogy általánosban milyen hülyeséget csináltunk. Nyilván nem középiskolában, hanem általánosban, mert amikor már középiskolások voltunk, addigra már megrendesedtünk. Igen, addigra berendesedtünk. Nem, egyébként nyilván lehetne mesélni ezerféle történetet, mindenféle jó pofa vagy jó pofának szánt sztorit. Nem mutatnánk vele benneteket, mert őszintén szóval az enyém például már elég régen volt ahhoz, hogy felére, a negyedére sem emlékszem. Sidi esetleg emlékfoszlányok? Nekem vannak csak ezek meg olyan történetek, hogyha elmondanám, akkor meg kéne, hogy öljelek titeket. Azt meg nyilván nem szeretném. És akit akarunk? Úgy már lehet. Tehát most megjelenik egy fekete kocka, és akkor na úgy volt. Nem tudjuk, hogy ki az. Eddig Sidi volt, hogy most ki lehet. Aztán vissza. Igen, igen, következő. Természetesen az az életkor, amiben mi diákok élünk, a legtöbbek számára a jövő tervezgetésének, az elképzelések körvonalozódásának az időszaka. Vajon mi volt Laciék álma? Mi volt az álmom 14 éves koromban? Kérek szépen 180-185 centi magas, 92-es mellbőség. Tehát ezzé akart válni. Igen, hogy a kérdés. Nem, mi volt az álmom? Hát ez... Hát mi akarok válni? Lehet, zacskó, szotyolává, nem? Figyelj, azt hiszem, hogy... De szerintem Sidi nevében is mondhatom, de az enyém egészen biztosan, hogy világéletemben az akartam lenni, ami most vagyok. 12 évesen is azt gondoltam magamban, hogy zenésznek szeretnék lenni, vagy zenész szeretnék lenni, vagy zenélni szeretnék, inkább úgy fogalmazok, mert mondjuk a közöttünk meg a zenészek között azért van néhány kaliber különbség, tehát mondjuk Liszt Ferenc mondjuk zenész, Mozart is zenész, mi meg zenélünk. De egyébként ezt a kis különbséget leszámítva, gyerekkoromban vagy tinédzser koromban is már az akartam lenni, amivé lettem. Igazság szerint mindig is ezt akartam csinálni. Sidi? Lényegében ugyanezt tudom én is elmondani, sőt egyszer elfantáziáltunk arról is, hogy én 80... Ja, igen, 86 magas. Na tehát, hogy ilyen 87 nyarán én laktam Debrecenbe hivatalosan, és csak mindegy, el kellett költözni. Ez egy másik dolog, amit ha most elmondanék, hogy miért meg kéne, hogy öljek mindenkit. Az a lényeg, hogy el kellett költöznöm Debrecenbe 87-be, és utána eljátszottunk a gondolatot, hogy vajon a sors milyen lapokat dobott volna, ha nem kell elköltöznöm, mert akkor nagyjából ti már szerintem ugyanúgy nyomtátok ugye a Damil húrral a gitározás, mint ahogy én is, és ki tudja az is, hát, hogy már hamarabb összefolyt volna, fújt volna minket esetleg a rock'n'roll szele, de nyilván ez pont jó így, ahogy alakult, meg ez, ennek így kellett lennie, de ez is mutatja, hogy már akkor is ugyanazokat a dolgokat szerettük volna elérni, amiket végül is hál' Istennek sikerült. És hát ezzel nincs vége, mert az ember szerintem pont attól lesz valaki, hogy, vagy valami, hogyha elért valamit, akkor jöhet a következő lépcsőfok, és szerencsére mi is ilyenek vagyunk. Az új lemez a Rock Mafia Debrecen 990 forintért kapható a zenekar honlapján megjelölt benzinkutak bármelyikén. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezt a kedvező árat mennyiben befolyásolta az illegális letöltések magas száma. Figyelj, az a helyzet, hogy a kettőnek egymáshoz nyilván van némi köze, de nem feltétlenül közvetlen módon. A mostani lemezünk nem azért kerül 990 forintba, mert az előzőt sokan letöltötték, vagy az azt megelőzőt, mert ilyen szempontból akkor, hogyha 0 forintért adnánk is, lenne aki letölteni. Sokkal inkább azért kerül ez a lemez mindössze csak ennyibe, mert azt gondoljuk, hogy egy rockzenei lemez ezen az áron képes elérni az emberekhez. Számunkra sokkal fontosabb az, hogy a lemezünket, a zenénket, ha úgy tetszik, akkor a mondani valónkat sok emberhez eljutassuk, mint az, hogy effektíve egy darab lemezen hány forintot keresünk. Értelemszerűen, hogyha valaki egy picit is végig gondolja a mai
gazdasági viszonyokat, akkor elképzelheti azt, hogy 990 forintos fogyasztói áron adni egy lemezt 2012-ben, ez üzleti értelemben nem egy nagy basszis, de szeretek, mire gondolt, tehát nem ebből fogunk új házat venni magunknak, viszont nem is ez a cél, sokkal inkább az valóban, ahogy mondtam is neked, hogy azokat a gondolatokat, azokat a dalokat, zenéket, szövegeket, amik ezen a lemezen vannak, lehetőség szerint minél több ember meg tudja magának szerezni, adott esetben eredeti lemez formájában is. A letöltésekkel nekem egyetlen bajom van, és ez egy kicsit ilyen nosztalgikus, ha úgy tetszik, vagy ilyen érzelmi dolog, hogyha letöltesz egy dalt, letöltesz egy zenét, akkor egyrészt a zenének nem az eredeti minőségét szerzetnek, hanem annak egy lebutított verzióját. Soha nem fog úgy szólni egy Ristros MP3 lejátszó, mint egy normális lemez. Egyrészt. Másrészt nem kapsz hozzá szövegkönyvet, nem kapsz hozzá egy artworket, egy borítót, amit a zenekar mondjuk, vagy a művész, ha úgy tetszik, megálmodik hozzá. Nem kapod meg hozzá azt a vizuális élményt, ami adott esetben a dalokkal együtt fejti ki a komplett hatását. Ez nem feltétlenül csak a tankcsapda lemezetnél igaz, vagy lehet, hogy a tankcsapdánál talán kevésbé igaz. Ez általában a könnyűzenei produktumoknál igaz, azt gondolom. Ettől függetlenül, ha valaki letölti a lemezünket, mert még annyira se futja neki, hogy ennyi pénzé lemez vegyem, igazából mi azon se bukunk ki, soha nem hallottál a tankcsapda zenekar szájából az elmúlt években sem, soha olyan mondatokat, amik arról szóltak volna, hogy ne töltsétek le, mert az gonosz dolog, nem erről van szó. Ha valaki nem tudja megtenni, hogy megveszi lemezt eredeti formájában, ha letölti, és úgy szereti meg a zenekar zenéjét, és úgy követi nyomon a dolgainkat, és úgy tiszteli azt, amit csinálunk, és úgy fordít rá figyelmet, akkor mi azt, annak ugyanúgy örülünk. Egy dolgot szoktunk ezzel kapcsolatban mondani, hogyha valaki letölti a lemezünket az internetről, és meghallgatja, azt arra kérjük, hogy töltse vissza, hogy más illeti a tölteni. Nyilván sokakban felmerül a kérdés, hogy mostantól olcsó albumokra számíthatunk-e. Igen, mert ugyanis így ebből erről a formában még velem így nem beszélgettünk, úgyhogy, de én azt gondolom, hogy szerintem teljes messzélességgel rajta leszünk. Jól gondolja? Figyelj, az a helyzet, hogy a tankcsapda zenekarnak az elmúlt mondjuk másfél évtizedben nagyjából két, inkább három évente jelentek meg lemezei. Ez most is így van az előzőhez képest, azaz megelőző is az ahhoz képest. Három év ebben a mai felgyorsult, rohanó világban, de tényleg, tehát a szószoros értelemben annyira gyors a világ, hogy azt, hogy három év múlva mi lesz, azt innen maximum csak megüzenni tudnám, hogy mit gondolok arról, de sem te, sem én nem tudjuk, hogy három év múlva, vagy két-három év múlva, amikor új lemez fogunk csinálni, milyen formája lesz a lemez terjesztésnek, készítésnek, de hogyha abból indulunk ki, mondjuk tegyük fel, hogy a lemez terjesztés, készítés, forgalmazás hasonlóképpen tud működni, mint ahogy mondjuk 2012-ben működik, akkor azt gondolom, hogy a válaszunk a kérdésed az, hogy igen. Akik ismerik a zenekart, tudják, hogy az újkorong sokkal energikusabb, mint az előző, 2009-es Minden jót album. Felmerül a kérdés, hogy ez mennyiben köszönhető az új gitáros Sidi érkezésének. Igazából ez a lemez úgy készült, hogy nem beszéltünk meg semmit. Ez a lemez, ez tényleg hármunknak, tehát itt már minden dalról beszélünk, hármunknak a munkája. Jó lehet, nyilván léteztek már dalgerinc ötletek akár Lacinak a fiókjába, vagy Tamás fejébe, vagy nekem a fejembe. De a lényeg, hogy ezeket már hárman raktunk össze. Én amit nagyon szeretek ebbe a lemezbe, hogy soha nem beszélgettünk ilyenekről, hogy ki mennyire szól bele, vagy mennyire hoz akár egy stílus irányzatot, vagy bármit ebbe az egészbe, hanem tényleg, ahogy ugye mondani szoktuk, az első próbán lényegében nagyjából össze is állt a Mi a fene van című dal, utána próbáltunk tovább, és olyan szinten pörögtek az események, hogy egyszer csak a kezünkben volt a lemez elkészülve. És akkor utána, hogy ugye kezdődnek az interjúk, a sajtó, akkor úgy utána megkapjuk ugye ezeket a kérdéseket, és akkor így összenézünk, hogy hogy is volt, hogy ki hozott mit, meg nem, igazából ez tényleg hármunkból teljesen természetes módon, és mindenféle erőködés nélkül jött ki ez a fajta karcosság, ez a fajta lendület, és azt gondolom, hogy ennél pont ezért nem is lehetne őszintébb, vagy egyenesebb ez a lemez, mert mindenféle görcs nélkül ez jött ki ebből a három emberből, akik ma a tankcsapda zenekar. Az elmúlt 23 év alatt nem egyszer kaphatták magukat azon a rajongók, hogy vallási témák, vallásos vonatkoztatások jelennek meg Lukás Laci szövegeiben, így van ez a rockmafia Debrecen esetében is. Vajon ez mennyire tudatos? Hát ez egy nagyon hosszú beszélgetés témája lehetne, és ebben nagyon mélyen nem is szeretnék belemenni. De hogyha valaki a zenekarnak a dolgait nyomon követte, vagy visszamegy az időben is, meghatja a tankcsapda ezelőtt 10 vagy 20 éve korábban készült lemezeit, ugyanúgy megtalálja rajta ezeket a típusú utalásokat, vagy gondolatokat. Legfeljebb
az arányok, a balansz időnként hol jobbra, hol balra kibillen. Van, amikor több ilyen témájú dolog foglalkozhat, és értelemszerűen több ilyen típusú szöveg születik, valamikor kevésbé, és akkor kevésbé több ilyen típusú dal születik. Mondjuk a mostani lemezen is van olyan dal, az Én meg a Rock and Roll, ami a abszolút módon vett felszabadult bulizásról szól. Ilyen dalunk is volt 10 meg 20 évvel ezelőtt is, ahogy te fogalmaztál, vallási vagy Isten és az ember kapcsolatát feszegető téma is volt 10 meg 20 évvel ezelőtt is. Ezek mind részei a tankcsapda egészének, külön nem igen emelnék ki egyet sem közülük. Mi mással zárhattuk volna a beszélgetést, mint egy rövid, esziseknek szánt üzenettel, egyenesen a tankcsapdától. Az én üzenetem a következő. Kedves diáktársaik, azoknak, akik oda járnak az iskolába, nem egymásnak a diáktársai. Nem nekünk egymásnak. Nekik egymásnak a diáktársai. Nagyon figyeljetek arra, hogy az élet útvesztőjében, amikor majd eljön a nagybetűs élet. Miket tudtad még ilyenkor mondani? Az, hogy mértékkel fogyasztatok alkoholt, ne úgy, mint én, mert én még egyáltalán nem fogyasztok alkoholt. Annál többet ígyatok, mint Sidi, az biztos. Nálam mindenképpen ígyatok többet. Köszönjük a figyelmet, és mindenkinek a legjobbakat kívánjuk. Természetesen a kaland itt nem ért véget. A kimaradhatatlan dedikálás, autogramosztás és közös fényképezés után jött a koncert, ahol óriási megtiszteltetés érte a stábot. Nem csak a magazin vezetője, hanem a három diák is kapott a sajtó részére készített kártyát, amivel közvetlenül a színpad tövéből készülhettek felvételek. Ennyi fért mai adásunkba. 2013. januárjában ismét jelentkezünk a műsorral, esziséktől, eszisekről, nem csak esziseknek. Nem kell már sokat aludni a harmadik részig, addig is viszontlátásra. És hogy stílusosak legyünk... Itt van velem Lednecki Zoltán, a Fortuna... Itt van velem Lednecki Zoltán, a fordító csoport egyik tagja. Köszöntöm Önöket, ez az Eszi magazin első adása. Itt van velem Lednecki... Mindez az Eszi... az Eszi... Ezeket nem tudom. Mindez az Eszisekről, az Eszisek által... Nem csak esziseknek. Esziséktől esziseknek. Ugye? Nehéz. Én mondtam. Én segítem ki mondani. Itt van velem Lednecki Zoltán, a fordító csoport egyik tagja. Nézzük, mivel várhatjuk Önöket. Várjuk. Jó. Itt van velem Lednecki Zoltán, a fordító csoport. Megtekinthetik a 2012-es gólyatábort, betekinthetnek a gólyabába, valamint az azt követő. Itt van velem Lednecki Zoltán, a fordító csoport.